Na hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóimat. A legújabb vendégem Kelemen Haszman Éva, a Pompon brand alapítója. Egyedi táskái egyre ismertebbek nem csak Erdély, hanem országszerte is. E beszélgetés során megismerjük vállalkozásának kezdetét, mostani munkáját és jövőbeli terveit is. Tartsatok velem! Na és akkor szeretettel köszöntöm Évát, üdvözöllek! Köszöntelek én is téged, köszönöm a lehetőséget. Mesélj egy kicsit magadról, hogyan indult a tervezői karriered? Az én egyetemi végzettségem igazából nem tervezői szak, hanem vallástanári szociális munkás szakon végeztem Kolozsváron, és csak sokkal később, amikor már megszülettek a gyermekeim, három gyerekem van, utána végeztem el egy 2 éves tervezői tanfolyamot. Igazából gyermekkoromban, gyermekként nagyon-nagyon sok kézműves tevékenységet megtanulhattam, mert egy olyan helyen nőttem fel, ahol ez adott volt, és 5-8 osztályos koromban pedig egy rajztagozaton jártam, ami mind-mind nagyon sokat segített ahhoz, vagy hozzátett ahhoz, ami most jelen pillanatban vagyok. Néha elgondolkodom azon, hogy nem lett volna jó esetleg egy tervezői egyetem, vagy egy művészeti egyetem, de úgy gondolom, hogy az életem most pont úgy alakult, ahogy kellett, és szeretem, amit csinálok, ki tudok benne teljesedni. Folyamatosan van bennem egy csillapítatatlan vágy az új felé. Mindig szeretek valami újat alkotni, úgyhogy ez a vágy, ami most bennem van, ez így nagyon sok lehetőséget ad itt a munkám terén, és lehetőségem van arra, hogy mindig valami újat alkothassak, ami nagyon jó is, mert ebben a szakmában szinte elengedhetetlen, hogy valami újat hozzunk létre folyamatosan. Szenzációs, tehát egyetem nélkül is megtaláltad a helyedbe a szakmában. Igen, hát sokkal nehezebb volt. Egyszerűbb dolgom lett volna, hogyha tudok nagyon sok folyamatot, technikát, tehát így most gyakorlatilag minden egyes folyamaton végig kellett rágni, tapasztalni, megnézni, hogy ez hogy működik, hogy nem működik. Amikor indítottuk a vállalkozást, akkor elég sok segítséget kaptam. Volt egy olyan kollégánk, aki a tervezői szakon végzett, és nagyon sokat segített, de aztán folyamatosan beletanultunk ebbe a szakmába, és a velejárójával is, mert hogy nem csak abból állt ez az egész vállalkozás, hogy terveztünk és elkészítettük, hanem rengeteg más aspektusa van, amiben szintén bele kellett tanulni. Hogyan jött létre a Pompon márka? Ugye ez is a fő márkád jelenleg. Igen, így van. 2017 végén nyertünk egy Startup Nation pályázatot. Ez az első volt az ilyen startupos pályázatok közül, és erre mi letettünk egy pályázatot, és ez sikeresen nyert is. Így 2018 elején, januárjában kezdtük gyakorlatilag a munkát. Tehát akkor készültek el az első modellek, az első táskák, hátizsákok, amik mai napig kisebb-nagyobb változtatásokkal, de jelen vannak a terméklistán. Gyakorlatilag amikor megnyertük a pályázatot, akkor dőlt el, hogy én már addig is hobbi szinten dolgoztam, készítettem egy teljesen más néven sok apróságot, és akkor most ezt az addigi munkát is bele tudtuk vinni itt ennek a másik munkának a keretei között. Annyi volt a különbség, hogy sokkal nagyobb infrastruktúra, nagyon jó gépek lettek, minden, ami kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag profibb dolgot tudjunk
alkotni, mint amit azelőtt csináltam. Tehát fejlett a felszerelésed lett, mondjuk így. Így van, igen. Igen, mert hogy a pályázatból mindent meg tudtunk vásárolni, és annak ellenére, hogy ez egy előfinanszírozásos projekt volt, már többször elmondtam, hogy nagyon pozitívan álltak a csillagok annak idején, mert hogy 40 ezer eurót nyertünk, ehhez nekünk nem volt anyagi keretünk, hogy ezt előre előteremtsük. Így megkerestünk nagyon sok embert, aki tudott abban segíteni. Volt, aki megvette nekünk előre a gépeket, volt, aki megvette, vagy megelőlegezte, jobban mondva, az irodai felszerelést, a számítógépet is. Képzeld, még autót is így vettünk, hogy előre megvásárolták nekünk. Amikor mi meg visszakaptuk az államtól a pénzt, akkor mindenkinek visszafizettük. Úgyhogy ez egy olyan bizalom dolog volt, amit szerintem soha nem fogok elfelejteni. Hát te meg is alapozta a karriered, ugye ez segített sok mindenben. Így van, igen. Hát enélkül nagyon-nagyon nehéz lenne, vagy lett volna a kezdetekben. Amikor tervezel egy táskát, mik a legfontosabb szempontok, mire figyelsz oda? Hát, ami nekem a legfontosabb, hogy az a darab, ami kimegy a kezünk közül, az legyen tartós, legyen funkcionális és egyedi. Most így hirtelen ezek jutnak eszembe, mindenik nagyon fontos, de az egyedisége talán az, ami számomra az egyik legfontosabb. Én nagyon szeretem, hogyha valami nem tömegáru, hogyha valaki nem beleolvad a hétköznapokba, hanem valamivel kitűnik, és nagyon gyorsan ez lett a cégnek is a politikája, hogy kizárjuk a tucat termékek gyártását, helyette inkább kis létszámban, de olyan darabokat készítünk, amik vagy teljesen egyediek, vagy tényleg egy-két vagy maximum öt példányban tudjuk azt elkészíteni. Ebben persze sokkal több a munka, és mert hogy minden egyes darabot, amikor kezdek tervezni, akkor kirakom az anyagot, hozzápárosítom a bőrt, és egy darab elkészül belőle. Ha a következőkor egy hasonlót készítünk, biztos, hogy nem lesz pont teljesen olyan. Kis tételbe veszem meg a bőrt is, és az anyagokat is, pont emiatt, hogy ne legyen az, hogy akkor most tucat 10, 15 vagy 20, 30, 40 számos darabokba ugyanazokat a modelleket, vagy ugyanazokat a színösszeállítás táskákat elkészítjük. Tehát Az egyedi rendelések, vagy a rendeléseknél is ugyanez megy, hogy valaki ír nekem, hogy szeretne egy táskát, akkor küldök neki képet, összerakjuk, ez nem tetszik, változtatunk, tehát hogy minden egyes darab is születik meg. Nincs két egyforma táska. Nem tudom most 100%-ban azt mondani, hogy nincsen két egyforma, de igyekszünk, hogy ne legyen két egyforma, vagy valami apróságot változtassunk, hogyha teljességében például ugyanolyat csinálunk, vagy hogy úgy tűnik, hogy ugyanolyan lesz, amilyet mondjuk azelőtt is már alkottunk, akkor próbálunk valamit változtatni rajta. Mi az, ami szokott inspirálni, mikor tervezel? Hát igazából rengeteg minden, tehát gondolkodtam ezen is, hogy például amikor a külföldi utakra megyünk, akkor nagyon sok minden inspirál, nagyon sok mindent látok, amiben látok fantáziát, hogy aztán hasonlót én tudok készíteni, vagy csak megfog egy színösszeállítás, vagy egy bizonyos forma. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik aztán sose tudom, hogy mikor, de eszembe jutnak, és akkor beviszem az adott munkába, vagy akkor lefotózom. Én amúgy nagyon szeretem kombinálni az anyagokat, tehát azért is választottuk annak idején a bőr és a textilnek a kombinációját, mert úgy gondoltam, hogy a bőr az egy olyan tartós anyag, ami megállja a helyét bármikor. Tehát, hogyha minőségit akarok venni, akkor bőrcipőre gondolok, vagy bőrövre gondolok. Nyilván van más kategória is, de hogy én ilyen fejjel gondolkodtam, és hogy amiben én most nekem nagy segítség, hogy
számos lehetőséget kínál, nagyon jól lehet kombinálni mindenféle anyaggal. Nagyon szeretem a texturált anyagokat, az állatmintát, hát nem is tudom, tehát csillogó, legyen egy picit másabb, mint ami mondjuk így az üzleteknek a polcain van. Igyekszem ezért külföldről beszerezni az anyagokat, és különleges anyagokat, hogy ne fussanak össze. Például a compound termékei ne készüljenek olyan anyagból, ami mondjuk egy másik táskásnál is, amit ő felhasznál, tehát hogy nem szerettem volna ezt. Szuper. Sokszor gondolkodom azon, hogy jó lenne picit, hogy fogalmazzak, hogy földhöz ragadtabb dolgokat készíteni, vagy földhöz ragadtabb anyagokból dolgozni, mert hogy lehet, hogy sokszor túl extrém, vagy túl sok az, amit én elképzelek, és nem annyira eladható, mert hogy Csíkszeredában élünk, egy kisebb városban, nem annyira nyitanak, vagy nem annyira az extrém az, amit szeretnek az emberek, de én mégis ezekben tudok leginkább kiteljesedni, és úgy gondolom, hogy nem csak az adott városra kell most nekem koncentrálni, ahol élek, hanem ez eljut nagyon sok emberhez, és én úgy gondolom, hogy másoknak is tetszik az, amit elképzelünk, vagy megalkotunk. Tehát nem csak Csíkszeredában, hanem akár Románia teljes részén tudod promotálni a táskáidat. Így van, tehát nagyon sok internetes felületen jelen vagyunk, van saját honlapunk, amit ami most nyáron bújt egy új köntösbe, egy nagyon szép dizájnt kapott, illetve nagyon sok üzletben, erdészerte, kisebb-nagyobb városokban értékesítik a termékeinket, ami nekünk egy nagyon nagy lehetőség, mert pont ez, hogy meg tudjuk mutatni máshol is, nem csak interneten keresztül, egy képen keresztül látja a terméket, hanem be tud menni, meg tudja fogni, felpróbálni, látni, hogy van kivitelezve, mennyire strapabíró, milyen anyagból van, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon jó lehetőség nekünk, hogy értékesítik máshol is a termékeinket. Tehát teljesen másik a fizikálisan is meg tud érinteni a terméket nyilván. Így van, így van. Csíkszeredában van saját üzletünk, ezt úgy képzeld el, hogy egy ház, ahol van a műhelyünk, ahol ez egyben egy kiállító rész is, ott meg tudják nézni, meg tudják vásárolni a termékeinket, de be tudnak jönni, és meg tudják nézni azt is, hogy készülnek itt ezek a termékek. Mindig elcsodálkoznak, hogyha egy-egy olyan ismeretlen ember jön be, aki még nem járt nálunk, hogy ezeket itt készítik tényleg, és akkor bejöhetek, és megnézhetem, és elmondják, hogy milyen jó illata van a bőrnek, és hogy mennyi rengeteg anyagunk van, tehát hogy igen, be lehet jönni hozzánk, meg lehet nézni, hogy készítjük a termékeinket, úgyhogy ezért is van így kitalálva. Na, pazar. Mit gondolsz, nehéz saját márkát fenntartani? Nehezebb, mint dolgozni egy átlagos munkahelyen? Hát én dolgoztam egy állami munkahelyen is, és nem azt mondom, hogy az nem volt, vagy hogy az könnyű volt, vagy nem lett volna jó, viszont a vállalkozói forma mellett az akkor döntöttem, amikor megszületett a három gyermekem, és rájöttem, hogy én nem tudok egy 8 órás munkahelyen megfelelőképpen teljesíteni, mert hogy valaki folyamatosan beteg volt, és hogy sokkal könnyebb volt így azt mondani, hogy akkor ma nem jövök be, vagy ma nem dolgozok, mert hogy otthon kell lennem a gyerekeim mellett. És ez is sokkal könnyebb volt összeegyeztetni így ezzel a formával. Nehezebb, nyilván sokkal nehezebb, mert hogy most sok minden volt itt az évek folyamán, de most egy-két éve egyedül vezetem a vállalkozást, tehát most már csak az enyém, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mindent én csinálok. Tehát én vagyok a tervező, én vagyok a fotós, én vagyok az előkönyvelő, én vagyok minden, ami gyakorlatilag
itt a háttérmunkába zajlik. Tehát nagyon-nagyon sok téren kell megfelelni, teljesíteni, ami sokszor nem könnyű. De én valahogy szeretem ezt a lüktető életformát, ami ezzel a vállalkozással jár, és hát ahogy már említettem, hogy én szeretem ezt a munkát, tehát hogy bár milyen nehézséggel is jár, nem most nem adnám ezt most úgy másért. Tehát te felelsz mindenért, viszont ugye vannak munkatársai, tehát varrónők is gondolom, akikkel együtt dolgozol. Így van, Mit igen. gondolsz, mi a titka, vagy mi a recept a jó csapatmunkához? Mi a van jó? Hú, hát most, hogy a jó csapatmunka az mit jelent, én inkább arról beszélnék, hogy nálunk mi a fontos, vagy nekem mi a fontos ahhoz, hogy egy jó csapatot alkossunk, vagy jól tudjunk dolgozni. Tehát nekem nagyon fontos, hogy jó hangulat legyen, hogy én akkor tudok jó szívvel jönni munkába, hogyha azt érzem, hogy békesség van bennem, alkotni is így tudok ekkor, amikor nincsen nyomás, nincsen stressz, nincsen egy plusz hangulat, amit el kell viselni, úgyhogy ezt igyekszem is megteremteni, hogy legyen meg ez a jó hangulat. Ami nálunk még fontos, hogy ehhez a munkához hozzátartozik a rugalmasság, tehát mindig, amikor valaki hozzánk jön dolgozni, elmondom, hogy itt nincsen olyan, hogy most akkor leülünk és egy szériát gyártunk, hanem itt percenként változik valami, ehhez alkalmazkodni kell. Hogyha úgy gondolja, hogy meg tud ennek felelni, akkor jó, hanem akkor nem tudja megtalálni nálunk magát. Emellett nagyon fontos, hogy pontos legyen és precíz legyen az a munka, amit kiad a kezéből, mert hogy ez nekünk nagyon fontos. A kreatív gondolkodás, az önállóság, az, hogy tudjon egyedül is dolgozni, mert hogy az, hogy például az anyagbeszerzésekor, amikor én nem vagyok a műhelyben, akkor én tudjam azt mondani, hogy igen, most itt van ez a darab, ezt kell megcsinálni, tehát nem kellek én hozzá. Tehát ezek mind-mind nagyon fontosak itt nálunk. Na, szenzációs. Milyen tippet adnál annak, aki most kezd tervezői karriert építeni? Egy jövendőbeli tervezőnek milyen tanácsot adnál? Hát azt mondanám elsősorban, hogy legyen egyedi, vagy hogy próbáljon meg egyedi lenni, mert annyira nehéz most mindenki felmutat valamit, mindenki valamit kitalál, és nagyon nehéz a spanyol viaszt úgymond feltalálni, de hogy mégis amennyire lehet, mutasson valami újat. Legyen egy jó kezdőtőkéje. Mert nekünk például ott volt a pályázat, ami nagy segítség volt, és nagyon gyorsan felkapták a termékeinket, vagy bizalmat szavaztak nekünk az emberek, és jöttek a bevételek, tehát gyakorlatilag eltartottuk egy idő után nagyon gyorsan magunkat. De hogyha ez éppen nem így alakul, akkor legyen egy kezdőtőke a kezedbe, amihez tudsz nyúlni, mert hogy nem fog egyből ez az ismerettség elindulni, és akkor lehet, hogy lesznek nehezebb időszakok. Tehát fontos egy stabil financiális Igen? háttér. Tehát fontos egy stabil financiális háttér. Így van, igen. És hogy legyen kitartó, mert hogy rengeteg olyan akadály gördül itt elénk folyamatosan. Amikor már azt gondolod, hogy olyan simán, szépen megy minden, akkor is jön valami, úgyhogy hogy nagyon fontos, hogy kitartó legyen, és hogyha elhatározta, hogy ezt szeretné, akkor ezt ne adja fel. Szuper. Mik a terveid a jövőre nézve, mint tervező? Hát rengeteg mindent szeretnék. Nagyon nagy tervekkel indítottam ezt az évet. Hát készítjük tovább a táskáinkat. Ugye, amikor kérdezted, hogy promováljuk a termékeinket, ott nem mondtam el, hogy ugye járunk vásárokra, tehát nagyon sok évi több vásáron részt veszünk. Továbbra is ezekre szeretnénk járni, úgyhogy készítjük folyamatosan a táskákat. De viszont emellett nagy hangsúlyt fognak kapni idén az egyedi dolgok. Tehát ami azt jelenti, hogy eddig is ugye az egyedire összpontosítottunk, de itt most konkrétan azt írtam, hogy egy darabos is teljesen egyedi. Tehát most például készítettünk olyan kis pénztárcákat,
amiből biztos, hogy nem lesz több, mert hogy olyan technikával és olyan kivitelezéssel vannak ezek elkészítve, hogy nem fogunk tudni többet belőle készíteni. Ezekhez a termékekhez most például egy technikával én festem meg a bőrt, ez már eleve kizárja azt, hogy még ebből hármat, négyet, ötöt tudjunk csinálni. Tehát ezek egy-egy darabos termékek lesznek. Készítek ugye fülbevalókat egy ideje, kézzel festett fülbevalókat. Ezeket most szeretném, ezek faalapon vannak, és kézzel festem meg én őket, és szeretném ezeket most kombinálni bőrrel. Megint csak itt az exkluzivitás, és az, hogy ne legyen tucat belőle, vagy ne legyen több belőle. Készülnek egyedi karkötők a bőrből, de nyakláncok is, megint csak egy spéci technikával festve. Ezeket próbálom így folyamatosan megmutatni a nagy közönségnek. Fogjuk tovább készíteni az egyik számunkra legkedvesebb termékpalettánkat, a szőttesből készült termékeinket. Itt ennek az adja az exkluzivitást, hogy ezeket a szőtteseket valamikor nagyanyáink kézzel készítették, és nagyon sokan hoznak hozzánk ilyen szőtteseket, hogy készítsünk belőle valamit, mert hogy ezt tudja, hogy a nagymamája készítette, és érzelmi szál fűzi hozzá, és akkor elkészül belőle egy táska, és ez természetesen olyan, ami csak neki van, és hát ettől ez egy nagyon, nagyon pozitív visszajelzés a rendelő részéről is, meg mi is nagyon szeretjük ezeket a termékeket elkészíteni. Na, de hallom, hogy rengeteg sok különböző egyedi projekt, ami lesz jövőre nézve. Na, hát nagyon szépen Igen. köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat, és akkor további sok sikert kívánok neked mindenhez. Köszönöm szépen, neked is minden jót! Na, hát remélem tetszett nektek ez a színvonalas epizód, és sikerült betekintést nyújtanom egy sikeres és egyre ismertebb tervező világába és alkotásaiba. Tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!